Halihó, üdv újra a csatornán! Én Balatonom, következő rész, ráadásul pizzával folytatjuk. Balatomária fürdőn vagyunk, ahol megnézzük, hogy miről szól a pizza story. Miért a nápolyi pizza? Hát mi más igazából? Pizzáról beszélünk, akkor a nápolyi pizzáról beszélünk, ugye? A történet Lajosról szól, legalábbis a mese és a legendáriumok szerint. Igazi déli parti srác, aki még délebre akart jutni, ezért egészen Nápolyig ment, hogy megtalálja az igazi nápolyi pizza receptjét. Megnézzük, hogy sikerült-e neki. Amennyire egyszerűnek tűnik, annyira nehéz jól megcsinálni. Egy kis dolgon el tud csúszni az egész. Kezdünk a mindenkori alappal, az egyik legnagyobb kedvencemmel, úgyhogy megnézzük, hogy itt hogy készül. Imádom. Nagyon jó. Egy pizza sosem elég, mindig kell egy második, úgyhogy most éppen a holnap pizzáját eszem már. Van rajta pármai sonka jam, ami a bacon jamből ered vagy következik. Itt készült medvehagyma pesto és friss üde zsenge borsó hajtás. Úgyhogy valami kivételesen jó. Szuper finom. Tehát van az éves nyitvatartás, ugye tavaly csak szezonban tudtunk üzemelni, most mindenképp egész évben szeretnénk, hogy egész évben elérhető legyen ez a minőség itt a környéken. Gyönyörű színei vannak, isteni illata, és hát isteni íze. Mindig azt tettem meg először, ami nem volt annyira jó, vagy a nem szeretem részét, ezért körbeettem és megettem a héját, és csak utána tértem az igazán jó dolgok felé, és ez megváltozott. Ezeknek a pizzáknak a fő vonzereje, azon túl, hogy abszolút minőségi anyagok rajta a feltétek és minden, de a fő vonzerő mégiscsak a tészta benne. És imádnivaló, zseniális, belül habos, könnyű, lágy és kívül pedig ropog, levegős az egész, és tényleg zseni íze van. A hosszú keresztéses eljárással, ezekkel a finom lisztekkel olyan ízek jönnek ki belőle, amit igazából soha semmilyen más típusú pizzából én még nem tudtam kihozni, vagy nem éreztem. Nyilván mindegyik pizzának megvan a maga létjogosultsága. Mint hogy ennek is. Tehát nem ez a pizzák királynője, mert nem hiszem, hogy lenne a pizzák között királynő. Mindegyik más, és másért jó. De ez kivételesen közel áll a szívemhez, és most egyébként nyilvánvalóan divat is, de ugye nagyon jó divat, úgyhogy szeressük, és együk, és kóstolgassuk minél többet belőle. Zavaidó. Őszinte leszek, szeretem a sztorikat. És ezt a sztorit, ezt a pizza sztorit nagyon-nagyon szeretem. Nagyon kellemes, nagyon jó ízek vannak benne, van benne egy csomó ötlet, raffinéria. Kicsit mondhatnám úgy is, hogy ez egy új hullámos nápolyi jellegű, vagy nápolyi pizzát készítő hely. Jó lenne, hogyha minél több helyen egy tágasabb térbe ez létre tudna jönni. Az emberek megismerjék, ugye még mindenkinél, még a sonka kukorica, a magyaros, a jól pakold meg, egy picit át kéne az emberekbe alakítani. És isteni, nagyon jó az ízek, nagyon jó a légköre az egész történetnek, és szeretem a déli partot. Nem próbáltam még igazából, tehát én folyamatosan az északi part fókuszában mozgok jobbra és balra, de azt gondolom, hogy tényleg úgy kell, mint hogy az elején is gondoltam, hogy a Balaton, az teljesen mindegy, függetlenül attól, hogy most északi vagy déli részén vagyunk, a Balaton egy nagy egységes egész, és ekként is kell, vagy kellene kezelni azzal, hogy nagyon sokszínű, tényleg mint egy óriási nagyváros, pici léptékben, aranyos helyekkel, jó emberekkel és iszonyatos kedvességgel, és ezt ki kell használni, és gyertek minden évszakban, minél többen, ne csak nyáron, mert akkor tele van az egész, meg nem lehet moccani, de gyertek össze télen-nyáron mindig, meg tavasszal is, úgyhogy várlak benneteket, a sorozat folytatódik, jön egy csomó nagyon jó hely a Balatonról, és jönnek még pizzás helyek is, azok viszont nem csak a Balatonról, úgyhogy ha érdekel benneteket, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot a videóra, és találkozunk még. Sziasztok!
imádom.